Nos hát, mivel azt mondta Dankó Béla országgyűlési képviselő, hogy én vagyok a házigazda ennél a résznél is, hogy köszöntöm ezúton is mindannyiukat, a sajtó képviselőit is, és hát akkor az esemény előtt, ahogyan az elhangzott korábban, lesz most itt egy rövid sajtótájékoztató, úgyhogy most akkor ennek kezdjünk is neki. Pár nap múlva országgyűlési választás lesz Magyarországon, és hogyha pár nap múlva országgyűlési választás lesz Magyarországon, akkor érdemes tisztáznunk, hogy mi is ennek a választásnak a tétje. A választás tétje az az, hogy továbbra is lesz olyan kormány a Magyarországnak, amely képes fenntartani hazánk és a magyar családok biztonságát. Biztonságát fizikai értelemben, anyagi értelemben és gyermekeink biztonságát is. Itt utalok a gyermekvédelmi népszavazásra. A biztonság ugyanis a további országépítő munka alapvető feltétele. Sokféle nehézséggel néztünk szembe az elmúlt 12 évben, gazdasági válsággal, járvánnyal, migrációs hullámmal és most egy háborús helyzettel. És nagyon fontosnak tartjuk egy ilyen helyzetben, főleg a nehézségek idején, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely a magyar érdekekből vezeti le a cselekvését. A mi politikai közösségünkre ez igaz. És minden nehézség ellenére az elmúlt évek az országépítő munkáról szóltak. A járvány előtt is jelentősen növekedett a gazdaság teljesítménye. A járvány ellenére is 7%-kal nőtt a magyar gazdaság, jócskán meghaladva az uniós átlagot. Jelentősen csökkent a munkanélküliség 2010-hez képest a harmadára. Jelentősen bővítettük a családtámogatási programot. Devizahitelezés helyett most már egy sokszínű és széles körű családtámogatási program segíti a magyar családokat. Mindeközben csökkentek az adók, a vállalatok adói, illetve a családok adói is, és sikerült megvédenünk a nyugdíjak értékét is olyannyira, hogy idén januártól a 13. havi nyugdíjat is vissza tudtuk építeni, miközben a fiatalok 25 év alatt jövedelemadómentességet kaptak. Azt gondoljuk, hogy a biztonság az alapvető feltétele annak, hogy ez a gazdaság és ország erősítő munka folytatódjon. Ezek az eredmények, tehát a magyar gazdaság erősödése itt Békésben is érezhető reményeink szerint. Engedjék meg, hogy pár példát mondjak. A munkanélküliség ebben a térségben, akkor, amikor a kormány megkezdte a munkát, közel 12%-os volt, tehát akkor, mint az országos átlag, ez mostanra 5% alá csökkent. A nettó átlagkereset több mint duplájára nőtt. Tudjuk, hogy van még hova emelni a béreket Magyarországon, de akkor is jelzi, hogy jó az irány, hogy duplájára nőttek a reálbérek. A beruházások több mint kétszeresükre nőttek, ez azt jelenti, hogy 73 milliárd forint értékű beruházás érkezett a kormányzás kezdete idején, ez most már meghaladja a 160 milliárdot itt Békésben. Ami Békés városát illeti, önök nálam talán részletesebben és jobban is tudják, de nagy jelentőségű az, hogy átadták az M44-es keleti szakaszát, ez egy 90 kilométeres új gyorsforgalmi szakasz, ami nem csak biztonságosabbá teszi a közlekedést, hanem gyorsabbá is, közelebb hozza Békést, a Békésvárosát és a megyét is a Budapesthez, és a gazdasági fejlődést is jól szolgálja. Megújult a 300 éves békési református templom, csak az I.S. Sándor iskolában több mint 60 milliós fejlesztés ment végbe, és most is folyamatosak a fejlesztése. Például a gyógyfürdés úszoda fejlesztésére egy több mint 2 milliárdos kormányzati támogatás érkezik, csak a tervezés 120 millió forint, a rendelőintézet belső tereit 300 millió forintból újítják meg, és jól halad, tudomásom szerint jól halad a békési sportcsarnok újabb felújítása is. Tehát ez azt jelenti, hogy képviselő úr, a városvezetés épp annyi tervvel rendelkezik a jövőre nézve, mint amennyi eddig az elmúlt években megvalósult. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy az ilyen fejlesztések, az ilyen eredmények nem maguktól történnek. Kell hozzá egy olyan képviselő, aki folyamatosan egyeztet a fejlesztések érdekében, egyeztet az érintett településekkel, városokkal, és hogyha felmérte az igényeket, akkor folyamatosan lobbizik és tesz azért, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak, mind a kormányzati programok esetében, mind pedig az esetleges törvényalkotási javaslatok vonatkozásában.
Dankó Béla képviselőtársam ilyen ember, nem véletlenül kapott több mint 50%-os felhatalmazást, ha jól idézem fel, 52%-os felhatalmazást a legutóbbi választáson, és azt gondolom, hogy az elvégzett munka, illetve ez a nem a véletlennek, hanem a munkának köszönhető erős felhatalmazás, az jó alapot szolgáltat a pár nap múlva esedékes választásra is. Úgyhogy nagy győzelmet és további eredményes munkát kívánok képviselőtársamnak. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogyha Békésnek, Békés városának vannak ilyen előremutató tervei a jövőre nézve is, akkor a kormány a maga részéről ehhez minden támogatást megad. Hát én nagyon röviden szeretnék akkor szólni, hiszen én magam is meghívott vendég vagyok a mai programon és előadáson, és köszönöm a szervezőknek, hogy egyébként nem először tartják meg ezt a programot nagyon nagy sikerrel. Látszik, hogy az emberek érdeklődőek a közélet iránt, és fontos nekik az, hogy információt juthassanak, és lehetőleg első kézből. Ezért is köszönöm államtitkár úrnak, hogy eljött ide hozzánk Békésbe, és Békésre, és megnézi, hogy hogy élünk mi itt, és reményeink szerint elviszi jó hírünket a fővárosba, és majd amikor a támogatásokról kell dönteni, akkor továbbra is egyszerűbb lesz megszerezni a forrásokat, mint ahogy eddig is, hála Istennek, hatékonyak voltunk ebben. Igazság szerint csak uniós forrásból a választókörzet az több mint 94 milliárd forintot kapott az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly összeg, és meg is látszik a választókörzet minden településén. Én talán annyit tennék hozzá, nem sorolom fel újra, hogy mi mindent tett a kormány, és mit veszíthetünk, vagy akár mit nyerhetünk egy folytatólagos kormányzás esetén. Erről államtitkár úr beszélt, meg fog is beszélni róla. Én talán inkább azt mondanám még el, hogy talán helyzeti előnyünk itt ebben a választókörzetben az, hogy én magam is 4 ciklusban polgármesterként tevékenykedtem, és tudtam szolgálni a térséget, és polgármester kollégákkal nagyon jól meg tudom érteni magam, és értetni magam, és megértem az ő problémáikat, és ők is megértik, amit én javasolok, vagy kérek. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, és azt gondolom, hogy ez megalapozza azt a sikert, amit itt az a térség elért az elmúlt időszakban. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, gyakorlatilag kivétel nélkül minden polgármester és képviselőtestülettel, és a kisebb döccelők nehézségek ellenére is azt a szekeret, ezt jó felé toljuk, jó felé halad, lendületesen haladunk előre, fejlődünk, meg kell őriznünk, én azt gondolom, ezt a lendületet az itt élők érdekében, hogy tovább fejlődhessen a térségünk. Jócskán volt elmaradásunk korábbi időszakból, és azt látjuk, hogy folyamatos a felzárkózásunk, szerintem jó úton haladunk, előre menjünk, ne hátra. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és képviselő úrnak a tájékoztatót.